van mi? 30! Mi? A kalibri, egy is madár. A kalibri, kalibri, kalibri színház van. Szárnyai gondja és kapuja nyitva már. Sziasztok! Én az első darab, amiről beszélni szeretnék, az a Fafej a tengerész lesz. Én ide jártam stúdióba, a Kolibri Színházhoz. Itt tanultam a színészetet és a bábszínészetet, a Dajka Margit Színész és Bábszínészképző stúdióban. És akkoriban nagyon sok darabba bekerültek a stúdiósok, mint csoportos színészek, és minket is például az idősebb stúdiósok terelgettek mindenfelé. Szuper gyakorlat volt nekünk, de a Fafej volt az első olyan, amit a mi osztályunk az olvasó próbától a bemutatóig végig csinálhatott egy rendezővel. És ezt a darabot Pelsőci Réka rendezte, és már ez is nagyon izgalmas volt számunkra, hogy az alkotók fele a Katona József Színházból jött, úgyhogy nagyon-nagyon izgultunk, hogy milyen lesz ez, de akkor még az itteni színészeket sem ismertük annyira jól, a Kormos Gyuszit már igen, meg a Tóth Jocót, akik benne voltak, úgyhogy ez egy biztonság volt, de és nagyon élveztük ezt a próba folyamatot, hogy milyen tényleg egy olvasópróbán megnézni, hogy milyen lesz a jelmezet, hogy te alakíthatod ki a rendezővel az elképzeléseidet, a szereplőr, a darabról, szóval nagyon-nagyon szerettük ezt a próba folyamatot. Ez a darab hozta el nekem a Pelsőci Réka barátságát, és mi nagyon jóban lettünk akkoriban Rékával, sokat segített nekem, mentorált, készültünk a felvételire, a színművészetire, és nem vagyok benne egészen biztos, de ha jól tudom, ő egyszer fel is ment a Jánoshoz, azt mondta neki, hogy figyelj János, igazán szerződtethetnéd a Ritát, és állítólag a János válasza az volt, hogy hát Réka, erre már én is gondoltam. Úgyhogy nem sokkal később a János aztán meg is kérdezett, hogy nincs-e kedvem a Kolibri Színháznál dolgozni. Hihetetlen örömmel töltött el, és azt mondtam neki egyből, hogy de János, nagyon szeretnék. Hát ez egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, mert akkoriban még ha jól tudom, én voltam az első stúdiós, akit leszerződtetett, vagy aki nem járt egyetemre, főiskolára, nem volt színész egy papírja, diplomája, úgyhogy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés volt ez a Jánostól. És aztán utána nem sokkal, a következő évadban a János mondta, hogy készíteni fog egy darabot, aminek az lesz a címe, hogy Kastanka. Ez egy Csehov mese. És megkérdezte tőlem, hogy hajlandó lennék-e befesteni a hajamat vörösre. Hát mondta, hogy feltétlenül, hát ez legkevesebb. Úgyhogy sok-sok évig egyébként vörös hajam volt, a végén már szinte piros, és ezt is hagyta a János végig, az összes darabban nem zavart senkit. És akkor elkezdtük csinálni ezt a darabot, a Kastankát, amiben én lehettem a Kastanka. Ez a darab pedig igazán a Tóth Jocónak a barátságát hozta el számomra, mert a darab arról szól, hogy egy kiskutya eltéved, és végül is egy furcsa, különös idegen fogadja be őt. Később aztán megtudjuk, hogy ez a furcsa idegen, kicsit mogorva, kicsit szomorkás, hogy ő egy cirkusznál dolgozik, egy bohóc. És Kastankát is betanítja erre a színpadi szereplésre. És a kiskutya én voltam. És végül is így talál új otthont Kastanka. És ez a darab az akkori életemre is egy picit rárímelt. Akkoriban erős anyagi gondokkal küzdöttem, és éppen kanyarodtunk már őszre, télre, ez egy ilyen őszi-téli bemutató lehetett, amikor csináltuk, és hát éppen kikapcsolták nálunk otthon a fűtést, nem volt fűtés otthon, és hát a kiskutya is egy ponton a hóban fagyoskodik, és mondja, hogy nincs mit ennie, úgyhogy könnyű volt ebbe a dologba beleélnem magamat akkor, de ezt a darabot nagyon-nagyon szerettem csinálni, és igazi megtiszteltetés volt, hogy János rám gondolt ebben a szerepben, hiszen a legtöbben nagyon-nagyon szerettük ezt az előadást. Bár téli volt, de számukra nagyon szívmeleg előadás volt. Köszönöm! A Kolibri Színház van!